most már itt az ideje, hogy egészségünkre kívánjuk mindazt, amiről most fogunk beszélgetni, hiszen Tibor, ki is vagy te? Na persze, hogy tudom, de valójában a memóriánkról lesz szó, vajon miért? Hát azért, mert egyre nagyobb a gond a memóriánkkal. Egyre nagyobb a gond, tudnék, az agyműködésünk nem úgy történik, ahogy annak lenni kellene. Miért is? Várjunk csak, miért is? Ja, igen, hát azért, mert a hajszálerek el vannak tömiszölődve egyre több embernél, és minél idősebb valaki, annál jobban. Persze ez nem indok arra, hogy mindenki azt mondja, hogy ja, Istenem, elfelejtettem valamit. Nem, nem felejtünk el semmit, legfőképpen nem felejtjük el bevenni a ginkó egy speciális tablettáját, amely valóban segít abban, hogy a memóriánkat megtartsuk és visszaszerezzük. Ezen kívül még nagyon sok mindent, de Gloria úgyis ki fogott faggatni belőlem. Ez így van. Tehát először is beszéljünk arról, hogy hogyan, miért tömeszölődnek el az ereink, hiszen azt hinnénk, hogy folyik benne a vér, és szépen pucolódik az magától. Hát azért, mert az ér a vérben sok mindent szállít a vér, amely egyébként szilárd testeket, hát például maga a vértestek, azok szilárd anyagok, csak hát folyékonnyá teszi. Egyébként a vérnek nagyon nagy százaléka vízből készül, ugye? Most nem menjünk bele, hogy hogyan készül a vér, de a lényeg az, hogy a hajszálerekbe bekerülve maradvány dolgok maradnak ott, és ezeket a nagyon-nagyon vékony kis hajszálereket könnyűszerrel le tudja tapasztani, ki tudja tölteni. És nem csak az agyban, hanem a szervezet legkülönbözőbb részén, hát ugye mindjárt a szívnél, vagy nemi szervekbe, vagy lábszárakban, stb. Tehát akár az ujjaink akár végén az végekben, vannak az úgynevezett végerek. Igen, amikor úgy zsibbad az ujjam vége, vagy a lábúj, mert már vagy nem hideg, jut elég. Hideg a lábúj, mert nem jut odáig már el a vérkeringés normálisan. Szemünkbe is végerek vannak. Ennek az is lehet a következmény, hogy sajnos nagyon sokan megválnak a lábújaiktól a keringési problémák miatt. Na de mit csinál a ginkó? Hát a ginkó elsősorban azt, hogy ezeket a hajszálereket segíti kitágítani, kitakarítani. A karotisz, tehát a fő ütőerünk, ami ott a nyakunk oldalán megy fel az agyba, szállítja a nagy mennyiségű vért, és ez apró kis, egyre szűkebb járatokon az agy különböző részeire viszi a vért. Miért is van nekünk oda vérjáratunk? Hát azért, mert a vér szállítja a friss oxigént az agynak, és friss oxigén hiányában, tehát friss oxigén nélkül az agyműködés lelassul, majd akár el is tud halni. Most nagyon-nagyon rossz hírem van, kedves barátaim. Szinte az egyetlen területe a szervezetünknek az agy, amely, amikor megszülettünk, az egy bizonyos mennyiségű agysejtet hoztunk oda hátról, anyukától, apukától, és hogyha elpusztul ebből egyetlen egy is, nem tudjuk pótolni. Tehát ezért kell vigyáznunk az agysejtjeinkre, és megfelelő mennyiségű oxigénről gondoskodni. És ennek a gondoskodásnak nagyon-nagyon fontos része, hogy az hajszálerek átjárhatók, működőképesek legyenek, hiszen még egyszer, a vér az erekben menve szállítja az agyhoz és az egyéb területekhez az oxigént. Ezért butul el az ember, mert ezek az agysejtek az érfalak letapadása, elzárodása miatt nem kapnak elég oxigént, és hogyha egy agysejt elpusztul, nem tud megújulni. Na most, azt tudjuk, hogy ezek szerint van olyan anyag, amit a ginkó biloba csodálatos növény tartalmaz, ami rugalmasítja az érfalakat, így le tudnak löködni ezek a rátapadt plakkok, meg egyáltalán hát újból használható érfalunk lesz. De ez önmagában elég? Nem. A másik pedig az, hogy nem csak, hogy nem lelöködik, hanem ledörzsölődik. Ez óriási különbség, mert ha lelöködne, akkor ezek a plakkok különböző méretben
ezeket a hajszálereket, a vékony kis hajszálereket képesek lennének elzárni. Ha pedig elzárta, akkor ott már a ginkó se fog tudni segíteni újra kinyitni ezt a járatot. Tehát ez az óriási ebben a, és ne csak a ginkó dicsérjük, mert itt ginkóról beszélünk folyton, de plusz van benne a Ganoderma lucidum, a kínai pecsétviaszgomba, a Fo Ti nevű növény, és a kinézi sisandra, vagyis kínai keserűfű, és ez a négy alkotó elem egy olyan csodálatos elegyet alkot, amihez tényleg nincsen párja. Tehát mi nagyon-nagyon sok ginkó készítményt néztem át az elmúlt 20 évben, nem csak én, hanem az Ogyéi is, tehát az a magyarországi fő laboratórium, amely az ilyen tevékenységre jogosult, és erre a amit én használok, én 20 éve használom, tudik, aki ismer, tudja, hogy nekem volt egy hátsófali szívinfarktusom, és én gyakorlatilag a ginkónak köszönhetem, hogy itt vagyok. Szegény édesapám, amikor agyérelmeszesedés miatt kórházba került, akkor még nem volt ginkó 21 évvel ezelőtt, legalábbis ez a fajtája nem, vagy én nem tudtam róla, és meg is halt. És egy évre rá, amikor nekem jött a hátsófali szívinfarktusom, akkor már volt, és amikor megtudtam, hogy az édesapám, ha akkor én ezt tudom, akkor még sokáig élhetett volna, akkor határoztam el, hogy akinek csak lehet, átadom a hírt, hogy ember, figyelj, bárkivel előfordulhat, és nem tudod megmondani, hogy mikor, ott ülsz, és reggel már nem kelsz fel. Na most ez a komplexum a megelőzésre is jó? Hát tehát mikor kezdjük el? Azonnal. Tehát gyerekek korában még nem, de már ő 18 éves kortól mindenképpen, sőt. Hogy már ki se alakuljanak hát ezek a... Hát hogyne, hogyne. Most egy fiatal, aki, hát sajnos most beszéljünk már őszintén, nem azon az italokon, ételeken él, amivel egészségét igazán karbantartaná, már pedig ezek a szörnyű italok, és nem csak a szeszes italról beszélek, az még jó, hogyha valaki sört vagy bort iszik minőségit, de a többi, a sok cukros, szénsavas, mű, francokat tartalmazó, nem tudok másképpen mondani, mert már nem tudjuk megmondani, mi mindent tesznek bele. Már olyan rafinált dolgok vannak. Amikor 2 literes szénsavas üdítővel megy a gyerek az iskolába, és mikor hazajön, már nem marad belőle semmi, hát kérem, magunkat pusztítjuk, és ha már ő megteszi az engedélyünk nélkül, legalább adjuk oda azt a ginkó plusz társait, amivel elősegíthetjük azt, hogy például az iskolai jegyei jobbak legyenek. És miért kell a négy? Miért nem elég csak egy? Mert mindegyiknek megvan a maga funkciója. Tudnélik, ettől különbözik az összes többi ginkó készítménytől. A ginkó egyébként az egyik legősibb páfrányfenyő, és Európában, Németországban van olyan, hogy nem is tudom, 800 vagy 1000 éves, Távol-Keleten meg még öregebbek is vannak, de egyet kérek szépen, azok a ginkófák, amik Magyarországon vannak, meg ne egyék. Tudnék, a ginkónak egy nagyon jó tulajdonság az, hogy tisztítja a környezetét, és hova teszi azt a szmötyit, ami a levegőben van, a levélben van benne. Tehát ezek nem alkalmasak arra, hogy gyógyszer, illetve hát gyógyhatású készítmény helyett fogyasszuk. Apropó, kimondtam a szót, gyógyhatású készítmény. Ez nem egyszerűen egy táplálékkiegészítő vagy étrendkiegészítő. Ezt bizonyított tények, laboreredmények bizonyítják, hogy igenis gyógyhatású készítmény. Kedves nézőink, hát ennyi fért ebbe a mai adásba. Egyre okosabbak, szebbek és vidámabbak leszünk, legalábbis remélem. Én ezt célzom meg, jöjjenek önök is velem, és egyszer csak meglátszik rajtunk az a sok tudás, amit ebből az adásból összeszedhetünk. Önök követhetik a műsort a Facebookon, van egy weboldalunk is, www.teogloriával.hu, és természetesen hívhatják állandó telefonszámunkat 0620 9 340 330.
ismétlések csütörtökön hajnalban 3:30, csütörtökön 13 órakor, szombaton 18 órakor, és vasárnap reggel 8-kor. Következő műsorunkig pedig kívánok Önöknek szép hetet!